Dühös autósok, hosszú kocsisorok várakoznak az iráni benzinkutaknál. Hivatalos közlés szerint kibertámadás miatt nem tudnak tankolni a lakosok a perzsa államban. Iránban a legtöbben egy kártyával, állami támogatással vásárolnak üzemanyagot, ami a nyugati szankciók miatt nagy könnyebbség a lakosságnak. Órák óta várom, hogy újra kinyisson ez a benzinkút, mondja egy teheráni motoros. Hiába mennék máshová, ott sem működnek a kutak. Aki üzemanyagkártyával akar tankolni kedden, egy üzenetet kapott 64411-es kibertámadás szöveggel. Ez Ali Khamenei ajatollah forródrótos telefonszáma. A hacker támadás egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára, de az akció hasonlóságot mutat a júliusival, ami az iráni vasúthálózat ellen irányult.